Folytatjuk a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által készített Hitből pajzsot című filmsorozatot. A sorozat 10. részét is dr. Kristóné Kis Klára, a helyi kész csoport vezetője bocsátotta a rendelkezésünkre. A filmben Eperjes Károly színművész mondja el gondolatait. Köszöntöm Önt! Ez a Hitből pajzsot sorozat. Magnár Jánkos vagyok, a kész elnöke. Videósorozatunkban ismert személyek fogalmazzák meg üzenetüket, hogyan tud a hit különösen ilyen kihívást jelentő és bizonytalan időszakban védőpajzsot nyújtani. A járvány lecsendesedésével most új kérdésekre keressük a választ. Hogyan lehet tovább erősíteni lelki immunrendszerünket? Mit tanultunk a járványhelyzetből? Képesek vagyunk-e megújulni? Köszönjük a sok pozitív visszajelzést! Tartsanak velünk továbbra is! Hallgassuk meg, milyen üzenetet küldött nekünk Eperjes Károly színművész. Szeretettel köszöntök mindenkit. Örömmel kapcsolódtam bele ebbe a folyamatba. Kevés már az időnk, de még van. Nem realista, ki nem hisz a csodában. Tavaly megértük Csíksomlyói angyali üdvözletet. Itt Mária királynősége alatt a Kárpát-medencében. Történelmi Magyarország első helyén, Csíksomlyón a pápa megajándékozott minket. Értsünk belőle. És egyben megajándékoz minket a 21. században először Európában az eucharisztikus világtalálkozóval. A szűzanya szívében fogant az eucharisztia. Ez a szeretet láng. Ezt mi kaptuk egy özvegy édesanyán keresztül, Kindelmann Károlyné Erzsikén keresztül. Akik tudják és imádkozzák, pontosan tudják, hogy milyen ereje van. Imádkozzuk, és a rózsafüzért is. Nem dicsekvésként mondom, de a pandémia alatt is minden nap szentáldozáshoz járultam. Voltak bölcs papok, jámbor papok, legyetek ravaszak, mint a kígyó, szelidek, mint a galambok. Az ördög szimbóluma a kígyó, az Isten szimbóluma a galamb. Keresztény nem hülye, hanem jámbor. Tehát kicsinyosodik az ördög praktikájából, és igyekszik az Isten szeretetében élni. Az Úr imájának centruma ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma, az eucharisztia. Itt, Magyarországon, ahol a legtöbb felekezet van, aminek két pólusa is van. Ide kérezkedik a Jézuska az eucharisztiában, hiszen már a mamát megörvendeztette a pápa egy gyönyörű virágszállal, egy gyönyörű szentmisével, az eucharisztiával. 16. Benedek pápa azt mondja, a 20. 21. század vagy eucharisztikus lesz, vagy nem lesz. Magyarország vagy eucharisztikus lesz, vagy nem lesz. Kedves nem hívő, más felekezetű testvérek. Igyekezzünk, hogy eucharisztiában tudjunk a Szent Háromságos Egyisten Máriás tabernákulumában tudjunk
összeölelkezni. Ne hagyjuk elveszni édes hazánkat. Dicsértessük Jézus Krisztust!